egy megújult, modern, a 21. századi körülményeknek megfelelő közigazgatási hivatalban fogadják az ügyfeleket a Szórád Márton út 39 szám alatt. Ez lett ugyanis az egykor szebb napokat megélt zöld esztékáromos épületéből. Csárna Gábor polgármester személyesen is megtekintette a Modern Városok Program keretében megújult intézményt, akit dr. Kovács Péter, a Dunajvárosi Járási Hivatal vezetője kísért körbe. Öröm volt bejönni ebbe az épületbe, ugyan képeken, fotókon már láttam, túl azon, hogy ugye évek ezelőtt láttuk a terveket. Ez tényleg olyan lett, amilyennek megálmodtuk mi dunajvárosiak, térségben élők. Úgyhogy nagyon hosszú történet volt. Ennek a korábbi zöld rendelőnek, kettes rendelőnek ugye az előtörténetét nagyjából mindenki ismeri. Volt egy korábban jól működő egészségügyi centrum. Ezt a korábbi baloldali városvezetés értékesítette, eladta, bezárták, majd utána lepusztult az épület. Úgyhogy ha valaha szebb napokat látott épületből, nagyjából a város középpontjába, úgy gondoltuk, hogy amikor megkötjük miniszterelnök úrral a megállapodást a Modern Város Program keretében, ez lenne a fókuszban, ez lenne az egyik fő megvalósítandó cél. Ha ugyan egészségügyi központot nem tudtunk belőle újra varázsolni, de legalább annyira fontos közigazgatási feladatokat ellátó centrum alakult ki, és most már ünnepélyesen nyugodtan mondhatjuk, hogy 2 hete, ha jól mondom, akkor így van, 2 hete, gyakorlatilag a kormány tisztviselő kollégák és a tisztelt ügyfelek belakták az épületet, március 11-e óta ugye itt működik, a járáshivatal épülete. Nagyjából a járáshivatal valamennyi működő egységeit kapott elhelyezést, 1-2 osztály kivételével. A hatósági, az építésügyi, a népegészségügyi, a társadalombiztosítási, a földhivatali, a gyámügyi és igazgatási, valamint az élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztály. Az új hivatali épületben várja ügyfeleit március 11-től a Magyar Államkincstár Dunajvárosi Kirendeltsége és a Fejér megyei kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály ügyfélszolgálata is. Hogyan zajlottak a munkák? Tavalyi év január elején vette át a kormányhivatal, a járási hivatal az önkormányzattól az épületet, miután ugye a Modern Város Program keretében visszakaptuk az ingatlan. Január 4-e után pedig elkezdődtek a munkálatok. Tavaly tavasszal, mindannyian emlékszünk rá, volt egy időkapszula elhelyezés itt kint az udvaron, és akkor reményeinket fogalmaztuk meg a tekintetben, hogy ha és amennyiben az időjárási körülmények engedik, akkor nagyjából egy év elején, hát ebből március lett, nagyjából egy év elején örömmel átvehetik és birtokba vehetik a munkatársak az épületet. A kivitelező cég a Grabarics Renalpin Pomplán konzorcium volt. Tavaly az átvételtől számítva a felújítási munkák el is kezdődtek az épületben. Felesleges részeket elbontották, válaszfalakat, burkolatokat, minden nagyjából, gyakorlatilag mindent újjáépítettek. A belső formája ugye az láthatóan maradt az épületnek, csak hogy mint a külső homlokzat is egy teljesen új borítást kapott. 5000 négyzetméterről, 5000 használható négyzetméterről beszélünk, és közel 145 hivatali dolgozó gondoskodik itt az ügyfelek kiszolgálásáról. Ma már a legmodernebb 21. századi kihívásoknak megfelelően, tehát akadálymentesített bejárási lehetőség, ugyanez igaz a mosdóra, ügyfélhívóval, és ha jól tudom, akkor az épület földszintjén wifi is működik, tehát internet hozzáférés is van. A pincében, ha jól mondom, az alaksorban, akkor pedig egy helytakarékos irattárat alakítottak ki, ahol eddig különböző helyeken lévő ügyiratok, nagyszámú ügyirat ugye elhelyezhető. Igen, tárgyalók, illetve egy rendezvényterem, az nem tudom, hogy hol van. Alaksorban. Alaksorban egy 100 fő befogadására alkalmas rendezvényterem is helyett kapott. No, ami nagyon fontos, hogy egy gratulálom, mert ebben nagyon sok munka volt. Én megköszönöm mindenkinek a segítségét, aki partnerként álltak hozzá ebben a munkában, tehát a Fejér megyei kormányhivatalnak, a járáshivatal valamennyi munkatársának, Dorkotta Lajos elnök úrnak, Galambos miniszterelnöki biztos úrnak, illetve az önkormányzatnak. Ami fontos még, és óriási igényt jelent, ugye a parkolóhelyek kialakítása megközelíthetőség érdekében, erről a közgyűlés múlt heti ülésén döntött.
nevesítve a Táncsics Mihály utcában, illetve a Szórád Márton úton, illetve közvetlenül a hivatal előtt is új parkolók létesülnek. A Dunajvárosi kormányablak és a foglalkoztatási osztálya változatlan telephelyen és ügyfélfogadási időben az október 23-a téri épületben várja az ügyfeleket továbbra is.